Én köszönöm szépen. Dedikálásra érkezett Iszka Szentgyörgyről ez a hölgy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárba. Az intézményben ezúttal Hegyes Katalin mesélt legújabb kötetéről, amely Ki a Szabadba címmel jelent meg. A könyv a Székesfehérvár és környékbeli tanösvényeket ismerteti meg az olvasókkal. Most, hogyha itt a Székesfehérvárra gondolok, akkor persze a legkézenfekvőbb az a sóstói tanösvény és meseösvény, de itt a közelben Iszka Szentgyörgyön is van, ott a kastélyban is a parkjában egy tanösvény, Dinnyésen van a Madárdal, ami a Dunai-Poly Nemzeti Parkhoz tartozik, ez a Dinnyési Fertőnek és a tópartnak az érdekességeit, növényeit, állatait mutatja be. Úgyhogy a tanösvények általában egy-egy természeti hely, vagy pedig egy település érdekes növényeit, állatait, érdekességeit emelik ki. Az írónő elárulta, 2-3 év alatt járta be a természetvédelmi területeket, az itt szerzett tapasztalatait osztotta most meg új könyvében, amelyben sóstó érdekességeit is említi. Ennek a tanösvénynek szerintem a kiemelkedő jellege az, hogy nagyon sok interaktív feladattal mutatja be, amik nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is jó szórakozást nyújthatnak, és a digitális vándor applikációban készült a meseösvényhez egy ilyen ismertető is, ami a gyerekeknek lehet érdekes, hogy a népmese kapcsán érzékszerveikkel fedezik fel ezt a környéket. A Túra Kalausz közel 130 kiránduló helyet mutat be, amelyet a kicsik és idősebbek is könnyedén bebarangolhatnak.